hogy most, ha jól értem, az első körben mutassuk be azokat a szervezeteket, akiket képviselünk. És utána... Meg véleményt is lehet már mondani. Tehát erről a hat pontról már mondunk az első körben véleményt? És természetesen, ha van bármi más, akkor persze. Mindenki mondja, amiért jött, hogy szeretnénk vár el, stb. A civileknek és civil csoportoknak a kérése, akikkel mi úgy már beszélgetünk az otthonvédelmi tanácson belül kívül, hogy hogy gondolják a választást. Rengeteg kérdés jön egyébként hozzánk civil emberektől, hogy jó, minden nagyon szép, minden nagyon értelmes, de hova kell rakni a vizet. Ezért volt egy fantasztikus ötlet az elsőtől, hogy ezt megszerveztem, mert ezen múlik minden. Jó, én Szalha Omer vagyok, a 4. köztársaság párt képviseletében vagyok itt, annak vagyok az egyik alelnöke, és 4K néven vagyunk még ismertek. Ez egy olyan szervezet, ami 2007-ben alakult ifjúsági mozgalomként, és 2012-ben döntöttünk úgy, hogy van annyi felhalmozott tudás, és van annyi akarat, és van egy olyan méretű szervezet, hogy pártot tudunk alakulni, és meg fogunk próbálni elindulni a 2014-es választásokon. Ugye már 2 éve volt, 2 éve tevékenykedünk pártként, és jelenleg úgy néz ki, hogy minden további nélkül országos listát fogunk tudni állítani, és el fogunk tudni indulni a 2014-es választáson. Tehát lesz olyan rubrika, ahova egy X-et lehet húzni, ha már ez volt az előbb a kérdés. Pont most fogjuk leadni a regisztrációt és a hozzávaló logókat, meg a jogi eljárás, most kezdődött el a választási iroda felé. Ez egy szociáldemokrata, erősen szociáldemokrata párt, a szó klasszikus értelmében véve baloldali, tehát a szociáldemokrácia értékeit képviseljük, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a rendszerváltás óta létező politikai elit bármilyen baloldalához, bármilyen közünk lenne. Tehát nincs. Ugyanúgy, ahogy jobb oldalhoz sincs közünk. Ezek az oldalak természetesen kiüresedtek. Amikor azt mondom, hogy szociáldemokrata párt a NK, akkor az általunk képviselt értékekre mondom, hogy szociáldemokrata. Azért vagyunk itt, hogy megismertessük minél nagyobb körben a programunkat, azt, amit képviselünk, és megtaláljuk azokat az embereket és szervezeteket, akikkel együtt tudunk működni. Tehát azt gondolom, hogy a cél az közös. Ez nem is vitás. Ha azt kell elmondanunk, hogy mi az, amit mi pontosan képviselünk, és hogy képviseljük ezeket mik a válaszaink ezekre a kérdésekre, amik itt az előbb elhangzottak, akkor majd kérni fogok egy kis segítséget, hogy mindenre válaszoljak. Ne adja ki semmit, kérni fogom, hogy még egyszer majd esetleg mondani, hogy mi azok a pontok, amikre a válaszunkra mindenképpen szükséges. Azt elmondhatom minden elsősorban, hogy a politikusok visszahívhatósága az egyik fő követelése a 4K-nak, az egyik alapvető követelésünk. Politikusi kaszt kiváltságainak megszüntetése az alapjaiban változtatná meg az egész magyar közéletet és az egész magyar politikát, és minden problémának az alapja, úgy gondolom, hogy a gazdasági és politikai kaszt, ami összefoglalva egy vékony rétegként irányítja az országot, és kizár mindenkit a hatalomgyakorlásból. A 4K elsősorban, mint szociáldemokrata párt azért alakult, hogy dolgozó embereket képviselje, hétköznapi emberek alakították, hozzám hasonló fiatalok, és ennek megfelelően szeretnénk megszüntetni az összes kiváltságot, amivel a politikusi kaszt rendelkezik. A visszahívhatóság ez egy nagyon fontos lépés lenne ennek érdekében. Mi erről már törvényjavaslatot is kidolgoztunk, tehát ezt most nem fogom ismertetni, de erre kidolgoztunk egy nagyon működőképes rendszert, ami az elmúlt 100 év világon mindenhol előforduló tapasztalatait összegzi. Tehát több helyen van már visszahívási szavazás, több helyen a kormányzói, vagy akár a köztársasági elnökig bezárólag az összes választott politikai tisztségviselő visszahívható. Ezeket a rendszereket mi átnéztünk, és erre a magyar közjogi rendszerbe illeszkedő és a magyar közjogi kultúrába illeszkedő javaslatot dolgoztunk ki, ami garanciákat tartalmaz arra, hogy ne legyen politikai káosz, de a népnek mégis legyen visszafogási jogosultsága, és legyen egy gomb, amit mindig kellő elégedetlenség esetén megnyomhat a nép, és egyszerűen leváltja a választott tisztségviselőit.
ez azt hiszem, hogy alapvetően változtatná meg a magyar politikai kultúrát és a közéletet. Nyilván az a célunk, hogy ezt minél előbb bevezessük Magyarországon. Ha később térünk erre, akkor majd szívesen elmondom, hogy mik ezek a garanciák és mi az a rendszer, amit kidolgoztunk, azt hiszem, hogy ebben az 5 percben most nem férni bele. Volt egy olyan kérdés még, hogy az A4 kezdhet a... Most már mindjárt. Jó, rendben. Akkor az alkotmány kérdése fölmerült még, ha jól emlékszem. Mi mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha népszavazással lenne elfogadva a következő alkotmány. A nevünk is, a negyedik köztársaság, az mutatja, hogy egy elég köztársasági gondolkodású szervezetről van szó, tehát a névhatalom kérdését elsődlegesnek tartjuk. Az első szempontunk, hogy alkotmányozás csak és kizárólag a név beleegyezésével történhet. Nem elég, hogy a politikai pártok megegyeznek erről, azt népszavazás kell, hogy szentesítsen. Egyébként 2011-ben, amikor azt hiszem, hogy akkor fogadták fel az alkotmányt, most már össze is csúsznak az évek, akkor mi népszavazást, személyesen én egyébként népszavazást kezdeményeztem az akkori alkotmányban szemben, hiszen találtunk egy jogi kiskaput, ami szerint erre lehetőség nyílt volna. Ebből aztán egy picit a médiában egy hírt csináltak, de végül a cinikus módon az alkotmánybíróság, akinek ezt el kellett volna bírálnia, megvárta, még életbe lép az új alkotmány, és utána annak az alkotmánynak a betűje szerint bírálta el a kérelmünket, ami egy jogi nonsens, hiszen nem akkor adtuk be, akkor még érvényesen volt ez az alkotmány, és így természetesen elutasították, hisz az már tartalmaz tilalmat az alkotmányról való népszavazásra. Szerintem egy első